Sziasztok, köszöntelek benneteket! Egyre inkább egy anticiklon húzódik fölénk, emellett pedig fátyolfelhők is érkeznek már a mai nap, illetve éjszaka, és holnap is ezek itt lesznek felettünk, de alapvetően száraz nyugati időre számíthatunk, csapadéknak nulla az esélye. A folytatásban pedig majd szombaton lesz egy kisebb változás, éjszaka ugyanis egy hideg front érkezik. Kontinensünk déli részén egy nagy kiterjedésű anticiklon helyezkedik el, melynek a középpontja egyre inkább hazánk fölé helyeződik, ezért alapvetően nyugodt időre számíthatunk. Az éjszaka folyamán fátyol felhők lesznek felettünk, amelyek olykor megvastagodnak, és foltokban pára, illetve köt képződik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, és hajnabban általában 5 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, viszont a hidegre érzékeny helyeken a dráva völgyében, Dunatiszaközi homokhátságokon, illetve elsősorban az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet, itt akár fagypontig is csökkenhet a hőmérséklet. Holnap napközben továbbra is fátyolfelvük lesznek felettünk, amelyek olykor szűrik majd a napsütést. Csapadék továbbra sem valószínű, és a déli es szél az túlnyomóan gyenge vagy mérsékelt marad, viszont az Észak-Dunántúlon átmenetileg észak-nyugatira fordul és megélénkül. A délutáni órákban 25 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, a magasabb értékek az Északnyugati nyugati részeken, míg az alacsonyabb értékek az észak-keleti részeken valószínűek. A folytatásban aztán még pénteken velünk marad a vénasszonyok nyara, tehát általában 20 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk, és szombaton is ez lesz a jellemző, viszont akkor már egy picit több fátyol, illetve gomoly képződik, és az éjszakai órákban, tehát szombatról vasárnapra virradóan egy hidegfront is átrobog felettünk, szombat éjszaka elszórtan várhatóak, záporok esetleg egy-egy zivatar, Vasárnap már csak inkább a keleti részeken, de egyre inkább csökken a csapadékhajlam a nap folyamán, illetve pár fokkal visszaesik majd a hőmérséklet. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok!